Fogyasztói magatartásról röviden. A fogyasztói magatartását be lehet folyásolni például reklámokkal, illetve különböző ingerekkel, illetve szükséglet, az is közre játszik a vásárlásra, tehát hogy éhes vagyok, akkor szükségem van élelmiszerre, és bemegyek a boltba és veszek. Ugye igények, hogy milyen igényeim vannak például, hogy én én például csak minőségi krumplit veszek, és akkor és akkor veszek drága a minőségi krumplit, tehát az igényektől is függ, hogy engem nem érdekelnek az olcsó termékek, én a drágábbakat szeretném megvenni, mert, ott, ott a minőség is. Tehát ilyesmik is vannak, illetve van még a motiváció, mennyire, mennyire tudok motivált lenni a vásárlásba mennyire tudnak motiválni mások, mennyire tudnak befolyásolni. Ugye a fogyasztói magatartás meg az is közre játszik, hogy ugye az üzlet helye hol van, és hogy néz ki a környezete. Jó oda bemenni és vásárolni, vagy nem, mert igénytelen, koszos, büdös az az áruház. Tehát ugye fontos az is, hogy az üzlet helye és a környezete, illetve a környék és a bolti atmoszféra milyen mert az ember oda nem megy szívesen vásárolni. Ahol ugye kosz meg büdös van. Tehát, hogyha jó és kultúrát az áruház és környék, akkor szívesen jönnek be, és vásárolnak az emberek. Meg fontos is ugye a helye is, hogy városon belül van az -e az üzlet, vagy kívül. Tehát az is fontos a fogyasztóknak. Nagyjából akkor ennyit mondtam volna el a fogyasztói magatartásról, remélem hasznos volt.